Mátyás király és a százesztendős ember Mátyás király a budai hegyek között sétálva, csodálkozva állott meg egy kert előtt. Egy igen-igen öreg ember fát ültetett a kertben. – Hallod-e, öreg? – szólította meg a király. – Talán bizony nem eleget dolgoztál ifjúkorodban, most már pihenhetnél. – Igaz, felséges uram, eleget dolgoztam mondotta az öreg ember. De nekem öröm a munka. Bár csak még sok esztendeig dolgozhatnám. Hány esztendős vagy? Kerek száz. És azt hiszed, örömét éred ennek a fának? Ha Isten akarja, felelte az öreg, örömét érem. Ha nem, majd örülnek a gyermekeim, meg az unokáim. Nem érdemes ezek öröméért ültetni, – Na, öreg – mondotta a király –, ha megéred a fatermését, termését, hozzál majd nekem belőle. Igazán kíváncsi vagyok, hogy megéred-e. – Viszek, felséges királyom, viszek, hogy ne vinnék. A király tovább sétált. Aztán telt múlt az idő, esztendő esztendő után múlt, nőttek, növekedtek a száz esztendős ember ültette gyümölcsfák, s így egyszerre csak termettek is gyönyörű, szép piros almák mosolyogtak a százesztendős ember fáin. Aki látta, gyönyörködve nézte. Mátyás király bizonyosan megfeledkezett a százesztendős emberről, nem csoda, hisz folyton hadakozott hol a némettel, hol a törökkel. De a százesztendős ember nem feledkezett meg ám az ígéretéről. Mit mondok? Százesztendős? Százöt esztendős volt már akkor, mikor a fák teremni kezdettek. Nosza megtöltött egy kosarat a legszebb almákkal, s felballagott a budai várba. Bezzek, hogy az őr útját állotta a kopott ruhájú, görnyedezve tipegő aggastjának. Mit akar itt, kendöreg? mondja az öreg, hogy mi áradban van. Egyszeri bejelentették a királynak, hogy itt van egy igen-igen öreg ember, egy kosár almát hozott ő felségének. – Hát csak eresszétek be! – parancsolta a király. Bement az öreg ember, szépen meghajtotta magát. – No, nem kellett nagyot hajolnia, mert bizony már jól előre görnyedt a háta. S mondta, amint következik. – Emlékszik-e, felséges királyom, arra az öreg emberre, aki öt esztendővel ezelőtt fát ültetett. Emlékszem, emlékszem, mondotta a király, s felvidult az arca, mosolygott a szeme, amint újra látta a száz esztendős faültető embert. Felséges uram csodálkozott, hogy öregember létemre fát ültetek, s megparancsolta, hogy ha megérem a termést, hozzak belőle felségednek. Íme elhoztam az akkor ültetett fa első termését fogadja kegyesen felséges uram királyom. Mátyás király leszállott a trónusáról, körülötte állottak a főfő urak, az öregemberhez ment, nyájasan karon fogta, s leültette egy aranylócára. Aztán parancsolta a szolgáknak, hogy ürítsék tába az almát, a kosarat meg, töltsék tele színaranyjal. Hát persze, hogy mindjárt tele töltötték. Csak nézték, nézték a főúrak, csodálkoztak, bizony meg is botránkoztak, hogy a nagy, a hatalmas király egy ilyen szegény embert aranylócára ültet, s olyan nagy kegyességgel, olyan nagy szeretettel bánik vele. Ám a király éles szeme észrevette a nagyurak megbotránkozását, merően rájuk nézett, s azt mondotta nekik. Látom, csodálkoztok. Egyik másik még meg is botránkozik, hogy ezt a szegény öregembert így megtisztelem. Ej, urak, urak, büszke nagy urak, tanuljátok meg, hogy aki öregségében is ilyen dolgos, méltó rá, hogy a föld leghatalmasabb urai is megtiszteljék. A büszke urak szégyenkezve sütötték le szemüket, miközben a király az öregembert újra karon fogta, s gyöngéden levezette a palota lépcsőin. Ott aranyos hintajába segítette, s úgy küldötte haza, kicsi kunyhójába.